Nagyon szépen megköszönöm, hölgyeim és uraim, az előlegezett bizalmat. Csókolom a kezüket, hölgyeim. Jó napot kívánok, uraim. Drágán Lajosnak hívnak. Én fogom ma este a műsort vezetni. Egy nagyon rövid kis visszatekintés, csupán a nőnapra vonatkozóan. 1857. március 8-án New Yorkban 40 ezer nő tüntetett, sztrájkolt a jobb munkakörülményekért, a magasabb fizetésért. Ennek emlékére keletkezett a világon a nőnap. Magyarországon 1948 óta köszöntik a nőket, nőnap alkalmából is, tesszük ezt mi is. Szeretettel köszöntjük a hölgyeket, egy kicsit megkésve ugyan ezzel a nőnapi műsorral, érezzék jól magukat. Engedjék meg, hogy legelőször bemutassam az EST zenekarát. A zenekar vezetője, tehát a maga a zenekar, az a Hakme cigány zenekar. A zenekar vezetője, a prímása, a Magyar Köztársaság ezüst érdemrenddel kitüntetett Berki László. Művészeti vezetője az ugyancsak a Magyar Köztársaság ezüst érdemkereszttel kitüntetett Fehér Gyula. Cellón játszik, szintén a Magyar Köztársaság ezüst érdemkereszttel kitüntetett cellósa Szabó Lajos. Cimbalomnál VIP-díjas Dányi Jenő. Brácsa Váradi Gábor. Klarinét Bangó Béla. A nagybőgőnél pedig a Hakme elnöke és életműdíjas Farkas József. Hát, hölgyeim és uraim, ez a kitűnő zenekar fog ma este közreműködni. És már mi tartunk a nőnapnál, tekintettel az ünnepre, egy nagyon rövid kis nőnapi történetet szeretnék megosztani önökkel. Bizonyára hallottak már róla, amikor Debrecenben volt egy gördülős csapátgyár. Nekem ott dolgozott egy akkor barátom volt, jelenleg is barátom, csak már ugye nem olyan fiatal, velem együtt öregedett. Akkor még fiatal házas volt, és délután 10 óra, vagy este 10 órakor, amikor a délutáni műszak befejeződött, akkor ment zuhanyozni, öltözni. Amikor öltözik, akkor jutott eszébe, Úristen, a feleségemnek nem vettem semmit nőnapra. Fiatal, házas, nagy balhé lesz. Mellette öltözött egy öreg szaki, ide figyelj, öcsi. Ne rinyálj, menjél haza, feküdj az asszony mellé, azt, hogy Isten igazából szeresgesd meg. Hát mit tud mit tenni? Este 10 órakor, akkor még nem volt már semmi nyitva, hazament, kulcsal kinyitott az ajtót, a lakásban már sötét volt, szépen leverkőzött az előszobába, bement a szobába, befeküdt az ágyra, és hát a megbeszéltek alapján amúgy Isten igazából megszeretgette az asszonyt. Aztán azt mondja, jó, végezte, akkor kiment a fürdőszobába, hallja, hogy a konyhába szöszmötölés van, benyit, felesége ott áll a rezsó mellett, süti a te jó Isten, te mit csinálsz? Hát rántott húst csináltam neked, tudtam, hogy jössz haza későn este. Te Úristen, oda ment, ki volt? Hát anyám jött el délután, azt mondja, egy kicsit rosszul érezte magát, azt lefeküdt. Na ma a jó Isten áldja meg, hát miért nem szólt? Fiam, 5 éve nem beszélünk, majd pont most fogok szólni. Thank you.
kezdenek a nóták. A karcagi nótás fiúk közül elsőnek következik Ferenczi Béla. Kérem, fogadják szeretettel. Csak te gyere hozzám.
senki másnak. Rózsák a ringa, a szín a kertben. Úgy érzem, mint örökre rangja mentem. Hangjában tündének, muzsikának súgja meg elfogadett babányának. Rózsaszínom lesz a nyoszoljája, hétvalom ölelése a bányája. Nagyon régen volt, meg soká lesz, vidékem egy igazi babá lesz. Jaj, nagyon régen volt, meg soká lesz, vidékem egy igazi babá lesz. Köndöm a hajam, kapcsolt a kereka, megölelném hegyedőn a karjam. Köndöm a hajam, kapcsolt a kereka, megölelném hegyedőn a karjam. Rávelek a kis fejlom a hátára. Én fogom azt a slomot jól
sok mondsam a sorral. Bár a bolyzőn is eljöhet még arra, aztán még fizetném. Prédikán a fogok össze-vissza, végül a borocskát minden vissza. Borocska a világon volt se volt, akkor mit tettem szóval. Prédikán a fogok össze-vissza, végül a borocskát minden vissza. Borocska a világon volt se volt, akkor mit tettem szóval. Képzeljék el, abban a helységben akkor soroztak bennünket, tízen egymás mellett álltunk, anyaszőlt pucéra. Jött az ezredorvos, és aki a száját, forduljon meg, hajoljon le, következő, és aki a száját, így ment végig. A sor végén ott állt Lakatos. És aki a száját, forduljon meg, hajoljon le, szóval magának aranyere van. Hát az doktor úr ezt a szemembe is megmondhatta. Hát akkor szóljon ismét a nóta, ismét a karcagi nótás fiúk. Köszönjük. Következik Barta András fogadása.
higgyatok soha engem. Yeah.
Kék a búza világ, kék az egész világ, mikor a szemed tettél. Kékén a sasnál, kéké lesz az ország, mikor a kezed tettél. Hogy a hangod ne megtalál, én már azt hiszem, csak úgy már ott talál. Kék a búza világ, kék az egész világ, Oh!
szépen köszönjük Barta Andrásnak és a zenekarnak. Jancsi reggel korán a tehenőket kihagyja a falu széli legelőre. Ahogy kiér, látja, hogy már Juliska kint van, a bikájukat legelteti. Oda fekszik Juliska mellé a fűbe, beszélgetnek. Addig beszélgetnek, de egyszer csak azt veszik észre, hogy a bika már a tehén hátán van. Azt mondja Jancsi Juliskának, Juliska, mit szólnál hozzá, ha én is azt csinálnám, amit a bika? Azt mondja Juliska, te tudod, Jancsi, tihetek a tehén. Hát akkor is még szóljon a nóta. A karcagi nótás fiúk közül most következik Kolostyák Gyula, fogadják szeretettel. Thank you.
eszembe jutott egy nóta, úgy szól, hogy szép asszonynak kurizálom, de kurizálom, de kurizálom, azt urálom, fittyet hányom, de fittyet hányom. Jajajajaj, a szívem, egyet tudja senki sem, hogy én magát olyan nagyon szeretem. Csak a cigány mögé, azt mondja, úgyis megy a meccs, le fog elé ülni, nézni fogja a meccset, észre se fog téged venni. Tényleg ez is történik, a fiatal ember beáll a tévé mögé, hazajön a férj, puszi-puszi, szervusz szépen, már ül is le a tévé elé, nézi a meccset. De már meg hogy kéne kicsalni a fiatal ember? Kimegy a kis fiatal asszony a konyhába, elkezd kiabálni, szívem, gyere gyorsan ki, még ilyen csodát nem láttál. De az a gyönyörű sörös korsó, a tiéd, azt mondja, amit kaptál ajándékba, leesett a polcról a földre, a kőre, azt nem tört el. Azt mondja a férj, hagyjad már, az semmi. Itt a televízióban a meccsen egy kiállított a játékvezető, egy játékost, azt itt ment el mellette. Tiszteltem, most egy másik műfajra fogunk áttérni. Operett részleteket fognak hallani. És aki énekel, egy karcagi nótás fiúk közül még egy másik nótás fiú, Monzinger Ferenc következik. Thank you.
mindenkinek ismer, de nagyon szép dal, fogadják tőlem nagyon nagy szeretet. Seven.
férfiak a hölgyeknek. Mindig ígérgetünk. Aztán hol eltölik a lét, hol borús lesz az ég, és nem látjuk a csillagokat. De azért mindig szeretnénk lehozni. Harcot vív a bűn és hazám.
ennek van egy másik verszaka is. Hát én most teszek egy kísérletet ennek az előadására. Minden férfi életében van sok pillanat, amikor úgy szeretne olyat tenni, amit nem szabad. A feleségében minden áron csak hibát keres, majd jön egy másik, harmadik, negyedik, ötödik, hatodik, aki szemben mondja, hogy szeres. Ismeretlen vágyak fénye, nem lángol szemét, és a lelkében nem mint arcon a bűnleg az erény. Minden férfi életében van sok pillanat, de boldog ő csak akkor lesz. És a férfiak nevében is. Azért ne maradjanak történet nélkül. Képzeljék el, annak idején Esztergomban voltam diák, és mentem Debrecenből Pestre, hát akkor még 5 óra hossza volt az út Debrecenből Pestre, végig álltam. Amikor az esztergomi vonatra felültem, ott se volt hely. Borzasztóan fáradt voltam. A folyosón álltam a ülések között, hát igen, szerettem volna leülni. Mellettem egy idős néni volt, egy zsákolt a vizéhez támasztva, a székhez támasztva. Megpróbálok, hát ha le lehet arra ülni. Néni, mondom, ne haragudjon, már megkérdezném, leülhetek a zsákjára? Jó van, fiam, ugye nyugodtan, csak a tojásokra vigyázzon. Úristen, tojás van a zsákon. Nem azt mondja, szöges drót.
Tavasz szerelmes szám következik. Énekeljenek velem. Thank you.
barátaim! Megbeszéltem a primás úrral, most a zenekar fogja a legkedvesebb notáját eljátszani, az pedig szünet. Thank you.